azt is lefilmezte. Itt van a... az a gumi. Így edzett a veterán székelyföldi sífutó legutóbbi versenyére is. A sífutó mozgást mímelő gyakorlatból napi 5000-et is elvégzett egy-egy versenyre való készülés előtt. Például, amikor a vasalopi versenyre készültem, napi 5000-et húztam. Napi 5000-et. De úgy, hogy egyszerre 1000-et húztam, és akkor pihentem. Az azért volt fontos, mert 45 kilométert lefutni, ahhoz a karoknak álló képességkel, azt nem lehet itt másképpen megoldani. Emellett minden reggel elvégzi 45-50 perces edzését is, mindig, amióta az eszét tudja, fogalmaz viccesen. A reggeli torna soha nem marad ki a napjából. Soha nem volt ilyen. Én erre ki... A torna mindig megvolt, a reggeli torna. Én erre ki... Soha nem volt olyan, hogy egy hónapig ne edzett. Jaj, ilyen, hogy egy hónapig ne, hogy esetleg kimarad egy nap, mert esetleg poharasztunk, és másnap reggel nem úgy éreztem, hogy föltétlen tornázni kell, de ilyen, hogy hetekig kimaradjon, ilyen nem volt. Ez lehetetlen. Guszti bácsi gyermekként kötött először sílécet a lábára. Házilag készült lécekkel tanulta meg a sífutás alapjait. Negyedikes voltam, amikor a szomszéd, szembelévő szomszéd, ő akkor fiatal, 17-18 éves volt, Dénes, tőle kaptam egy pár sílécet, negyedikes koromban, egy olyant, amit ő készített annak idején saját kezűleg, és csak ő már kinőtt belőle, és akkor nekem adta. És itt a faluban volt egy néma szabó, aki a szabóságot egy ilyen néma iskolába tanulta, és onnan őket vitték sízni. És ő minden télen sízett itt a falu környékén, a poszogó, amit úgy hívnak poszogó, vagy nyírpallagja. És mi a gyermekek, látván, hogy Szopos Béla hogy sízik, akkor mi mentünk vele, és síztünk együtt vele. De akkor délutánonként, főleg szombaton és vasárnap a dombok tele voltak gyermekkel. Később Sepsiszentgyörgyi középiskolában testnevelő tanára, Bogdán Antal példájára lett Guszti bácsi is edző. Azt mondtam, hogy ha testnevelő tanár leszek, ilyen akarok lenni, mint Anti bácsi. Neki az óra pont olyan volt, mint akármelyik más óra. Új gyakorlatok tanítása, a réginek az elismétlése. Szóval olyan volt, hogy most is, ha visszagondolok, fantasztikusnak veszem, mert a szakmáját magas szinten művelte. Én azt mondtam, hogy én olyan akarok lenni. Itt van a felkészülési program, innen kezdődik, itt folytatódik. Itt folytatódik. Az. És ez már az utolsó hét. Tanítványai közül több mint 30-an szintén testnevelő tanárok lettek, de sífutásban készített edzéstervei sok sportoló eredményességéhez hozzájárultak. Abos Piroska, aki nekem síző volt és Spanyolországban maradt, Piroskának évek vagy három éven keresztül én készítettem az edzési tervet itthon, és ő azt szerint edzett Spanyolországban, és akkor a spanyol válogatott elvette Piroskától az edzési tervet, és ők annak alapján készültek fel. És akkor engem meg akartak hívni 4 évre edzőnek Spanyolországban. Az idén 85. születésnapját ünneplő Guszti bácsi újabb versenyekre készül. Hamarosan Hargitafürdőn a Konzulkupán áll a rajthoz, de 2 országos bajnokság is vár még ebben az évben rá. A sífutó pedig derűsen, nap mint nap elvégzi az edzéstervben szereplő feladatmennyiséget, és állítja, az élet maga a mozgás, a sport. Az egészség kulcsa pedig a rendszeres edzés egészen kicsikortól, a 90 felé közeledve is.